És már megint időbe. Hogy képes ez az ember mindig pontosan akkor kezdeni, amikor üt az óra? Egyszerűen hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen. Aj, szevasztok. A Streamer Daily a mai program. Viszont előtte, hogyha megengeditek, akkor egy kicsikét dumcsiznák, egy kicsikét storytime-oznék. Hector, megnéztem, amit írtál, sajnos most estem be, és hát most már ezzel nem nagyon tudok foglalkozni, viszont stream után mindenféleképpen, mert tök jó, hogy csinálsz egy ilyet. nagyon szép kaland volt, próbálok gyors lenni. A lényeg az az, hogy a Röncivel Dávid délután 3-kor úgy gondolta, hogy egy kis fűnyírás után tökéletes lesz elmenni a Tesco-ba, kicsit bevásárolni. Gondolta ez Dávid, majd ment a Tesco fele, ez nagyjából egy ilyen 2 kilométeres távolság, és így a 2 kilométernek a 90%-ánál, tehát a háztól a lehető legmesszebb, így egyszer csak arra vagyok figyelmes, hogy haladok egy kereszteződés felé, előttem egy autó, balról is autó, és annyit hallok egyszer csak, hogy kerékcsikorgás, mint az állat, így nézek körbe, melyik ez az idióta, most komolyan, mit kell itt csatúzni, hülye gyerek, és így nézem, lassulok, baszki, pedig én nyomom a gázt, és megállok. Hát ez én voltam. Na jó van, akkor várjál már, mi van itten? Így nézem, úristen, kiveszem egyesbe, visszarakom egyesbe, gáz, és nem megy az autó. Hát mondom, hogy a tökönben nem megy az autó? Kinézek balra, jobbra, semmi. Gondoltam, akkor próbáljuk nagyobb gázzal, mi baj lehet. És annyit észledek, hogy egyes, nagy gáz, és a hátsó kerék áll egy helybe, én meg így megyek előre, és visít a kerék, visít a gumint az állat. Hát mondom, ez nagyon jó. Egy méter után így megállok, és így körbenézek, és annyit látok, hogy a kereszteződés előtt, hát így, így kellőképpen az út közepe felé orientálódva, így állok, és így mi a szar? Elakadási jelző, nézek, kapkodom a fejemet, egyből elő a telefon, Junior. Innen is köszi, Junior, hogy vár megint, itt voltál, lelki támasztak. Mondom Juniornak, hogy hallod? Nem igazán megy az autó. Mondj már valamit, de itt nem igazán van minden rendben. És akkor miközben ezt így leírtam Juniornak, ő meg hirtelen próbált így dekódolni, hogy mi bajom van, így rájövök, hogy odébb kéne menni. Szóval mondom, hú, pont persze kereszteződés van előttem. Tolatni nem igazán érdemes, hogyha blokkol a hátsó kerék, még előrefele is elég igaz. De hát akkor át kell mennem, plusz egy ilyen fekvő sziget volt ott, tehát hogy konkrétan úgy van a kereszteződés, hogy az egész közepén egy fekvő rendőr, hogy lassítsá, mert még azon is át kell mászni, plusz akkor lehúzódni jobbra, hát akkor egy félig a füvön, félig az úton, így húzom a hátulját, hát mondom, ez nagyon jó. Lefordulok jobbra, leállok félre, szélre. És akkor kiszállok, nézem balra, jobbra, hát ez mi lehet? Nézem, mondom, furcsa, mert amúgy a jobb oldalán nem látok tehát ugye a homokon húzta volna a kereket, de a bal oldalán az autónak tisztán látszik, hogy végig húztam az állókereket az aszfalton. Nézem, ez egészen valószínűleg kézifék lesz, eddig is eléggé kerregett, valószínűleg elszállt a kézifék bovden, és akkor befogott, vagy mit tudom én. Mint utóbb kiderült, hogyha az elszakad, akkor épp az, hogy kienged, de semmi probléma. És akkor Juniorral így beszélgetek, hogy mit mond, ő egyből már mondta is, hogy na akkor az a feladat, hogy felemelni az autót, és akkor megnézni, hogy melyik oldala blokkol. Felemeltem a jobb oldalát, jobb hátsó, az elpörgött. Felemeltem a bal hátsót, az állt. Na mondom, jó van, akkor itt nem annyira egyszerű, mert hogyha eleve a kézifékkel lenne valami baj, akkor mind a kettő fogna. És akkor így kapicsgáltam, amit Junior is írt, hogy valószínűleg benne a fékbe lesz a probléma. Valami szétment. És akkor, hát dobféket még így nem nagyon szereltem szét, de így gondoltam, My Summer Car-ba is egészen jó ment, meg a Carmenic-ba is, nem lesz itt a probléma, rákeresünk az interneten, azt akkor menni is fog. Ezzel még így amúgy annyira nem is lett volna probléma. Első probléma az volt, hogy nem volt szerszám. Na, akkor Dávid, gyalog haza, közel 2 kilométert,
Amúgy tök kellemes volt meg minden, csak hogy ment az idő. Hazajövök, becuccolok a Subaruba, a világ összes szerszámát, megyek vissza. Elmegyek Pekibe, mert már ilyen haltam. Megyek oda, és így kipakolom oda az egész arzenált, felemelem krokodillal, és ugye az volt az első megmozdulás, hogy le kellett szedni azt a kis kupakot, ami védi a csavart, azt a 30-as brutál csavart, ami lesz leengedni a dobféknek a tetejét, a harangot, vagy hogy a bánatba hívják. Ez nem CMS, ez My Summer Car volt élőben. A porvédőkupakot, így van. A porvédőkupakot csak úgy tudtam leszedni, hogyha levettem hozzá a kereket is. Szóval azzal a... Ja, várjál, szerintem is krokodillal csináltam, mert nem tudtam, hogy hova tegyem. A gyári emelőjének megvan a hely, gondoltam, akkor gyári emelő. Csak az ilyen tekersz felett, elfordított, és nem olyan, hogy hogy egy gomnyomás is leereszti, nem, lefelé is tekergeted. Ott tekergettem, mint az idióta. Föltekertem, levettem a kereket, alig bírtam meglazítani a csavarokat. Levettem a kereket, elkezdtem kalapálni a porvédőkupakot. Én nem tudom, hogy ezt hogy tették rá, de amelyik rátette, az szakadjon meg. Nagy nehezen leszenvedtem. Aztán rájöttem, hogy most ugye meg kell lazítanom azt a belső csavart, viszont az nagyon durván meg van húzva, erre Junior előre hát értesített is. Szóval le kellett engedni az autót, hogy tapadjon a kerék, mert ha emelőn lazítod meg a megszorított csavart, akkor felborult az emelő, ami nem túl kellemes. Szóval le az autót, kézifék meg egyes be, és akkor próbáltam elkezdeni a 30-as csavart, ami rá van tépve, valószínűleg még gyárilag, azt meglazítani. Hát nagyjából az erőkarom az ekkora volt a kruha kulcsa. Hát maradjunk annyiba, hogy azóta is fáj a hátam. 150-200 Nm. Atya úristen, a kerékcsavart kell 100 Nm-re, ha jól tudom, 100-140-nel meghúzni, attól függ, hogy mibe húzod bele. Majd megdöglöttem, érted? És persze ott a sarkon a világ végén nem igazán találsz egy csövet, hogy az erőkaron növelj, és ott szenvedek, érted? Az egész nap senki nem állt meg mellettem, hogy segíthetek-e, bár mondjuk én is álltam volna meg valószínűleg, mivel láttam volna, hogy ott van az emelő, meg ilyenek, szóval ura a helyzetnek, hát nem voltam az. Dávid, koronavírus van, akkor meg... Ja, meg itt koronás vagyok, akkor meg sának. De hogy külön élvezet volt, hogy közben ott mindenki így nézett rám, hogy na, direkt meg így lassan is mentek, ugye, mert fekvő izé van, és így nézik, hogy na, meglazul az a csavar még ma, vagy beleszakadsz itt nekem. És aztán rájöttem, hogy a krokodil emelőt is elhoztam, és annak a csöve jó hosszú, és pont az egy cső, amit rá tudsz húzni a kulcsra, és akkor erőkar, és egyből sikerült természetesen. Akkor azt kilazítottam, utána megint fölemelni az autót, kitekertem, és végre jöhetett le a kerék is, és ott jött igazán csak a nehézség, az a rohadás. Mert ugye itt most valószínűleg az volt, hogy hát ez a ferodol réteg. Ennek mindnek rajta kellett volna lennie magán a fék szerkezeten, nem tudom annak melyik. Tehát, hogy nevezik ezt a részét, de hogy ez ugye a kupó rész. Ennek rajta kell lenni. Ha ez leválik róla, az azt jelenti, hogy rohadt töreg, másrészt pedig az, hogy ha ez megfordul oda bent, tehát leválik a fékpofájáról, igen, akkor beakadhat a másikhoz, és így kiékelheti a kereket, és az egész meg tud állni. Viszont, hogyha kiékeli, akkor össze van nyomódva a tengely lényegében, és maga a dob, a belseje, tehát a dobot nem tudod csak így leemelni róla, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hanem az össze van szorulva. Hú, te! Nagyjából olyan, olyan fél ötkor kezdtem el leszedni azt a dobot, a dobnak a tetejét, és nagyjából egy órával ezelőtt sikerült. A véső, kalapács, csavarhúzó, minden egyes kombó a világon megfordult. Mindúgy a harang, mindúgy a hátulja össze-vissza elhajolgatva,
szétcincálva az egész, már ott tartottunk, már közben jött fater a felmentősereg, mert én egyedül nem bírtam, mert nem tudtam csak egy oldalról betámasztani neki a vésővel. Viszont egyszerre a másik oldalról is kellett volna betámasztani, és így körbe haladni. De azt egyedül egy vésővel eléggé nehéz volt. Egy csavarhúzóval, ugye, az a rakás szar. Az úgy elhajlik, mint az állat. Sőt, a vésőm is elhajlott bele egyébként. Úristen. Aztán már ott ketten szenvedtünk, ütöttük be, mint az állat, mert az a baj, hogy itt még a perem is, a rang is nagyon bennült, meg így visszahajolt rá az a hátsó rész is, szóval nem lehetett odáig bedugni a vésőnek a végét, és úristen, azt a szenvedést, azt az erőlködést, ami ott volt, ütöttük a... próbáltam rükibe, próbáltam utána becsavarni tövig a kerékcsavart és kalapáccsal visszafele ütni, kicsit előrefele is, tehát hogy mozgatni, hogy esetleg ugye a beszorult fel, de hát nem, tehát hogy gondolj bele, utána még mentem is vele, plusz 40-ről fogott meg az a beszorulás, tehát hogy azonnal nem igazán jön ki, csak így lefelé feszítéssel, és egyszer így megindult, hogy így elindultunk két oldalt körbe, és akkor leesett. Közben már, mint kiderült, a közelben lakik egy autószerelő ismerős, akinek hát nagy hála neki is, hogy ő is jött, mert utána az összeszerelésnél is lett pár kérdés, hogy na most akkor ez a rugó, meg ez a eldeformálódott kis redva, hova is megy, hogy ezt így nagyon megfogja. És hát abban ők már igazán tudtak segíteni. Szóval hát így szétgyepálva, három fékkel, motorfékkel hazagurulva, nagyjából összerakva ugye a ferodol nélkül, de magával a szerkezettel, így sikerült hazajönni, hát ez csodálatos érzés volt, tényleg mintha a Weissenberg-erbe éreztem volna magamat, ez nagyon jó volt. Igen, volt hangja, de olyan motorfék van egyesben, hogy Itt nem igazán volt szükség fékre, meg hát jöttem vagy 20-szal, tehát az is három egyenes utcát. MSC-be könnyebb, ez így van. Meg van ez így van, meg ott van cheat engine, meg editor, meg ilyenek, itt nem editorozod le a berohadt csavart, meg a berohadt szarcit. Szóval mi a mai tanulság, gyerekek? Ne menjetek Tescóba! Tescóba lehet menni, de 18 évente azért ellenőrizzétek le azokat a hátsó dobfékeket, hogy milyen állapotban vannak, még akkor is, hogyha fognak, jó? Tehát, hogy ha nem bukik meg a műszakin, azért mert éppen megföl még a fogása, azért 18 évente megéri a dobfékekre is ránézni, nem azért vannak olyan gyönyörű szépen beburkolva, hogy teljes mértékben ne is vegyünk róla tudomást, akármennyire is kis részt vesznek lényegében a fékezésben az első fékhez képest. Hát na. Bubuval kell Tescóba menni. Hát na. De a Bubuval meg nem megyünk Tescóba, mert akkor meg más problémák lesznek az életben. Hát nem is mentél el a Tescóival. Szóval, ja, jöhet a... Hát meg ott eléggé, esztergálás is ráfér majd arra a harangra, vagy még mindig nem tudom milyen neve, mert olyan csíkos, mint az állat. Mert story time, akár, igen, így van. Ha, na, ennyi volt a mai kaland. Jó volt, hát. Ilyenek is vannak néha. Így most nagyjából 11-ig terveztem a streamet, mert azért most így 10-ig elkezdenénk, ez eléggé gyenge lenne, de legyen 11-ig. Szóval most így jöhet majd a baloldali teljes felújítás, talán új harang, vagy hát maga inkább nevezzük dobnak, tehát hogy fake dob beszerzése is, ami hát lehet, hogy inkább bontóból lesz, ahogy így felmentem a internetre, de a dugattyúkat, meg ezeket mindenféleképpen. Meg akkor valószínűleg a másik oldalt is, mert valószínűleg az is hasonló állapotban van, mint ez így az elmúlt 18 év alatt.
Streamer Daily. Az meg a más, hogy párban érdemes cserélni. 10 000 tudok érte. Jó, akkor igazából az egyharmada meg is lesz az új árának. Vagy majd valami után gyártottat, vagy nem tudom. De azt már tudom, hogy mi benne ilyen buzi drága. Kicsit elhajolt. Kicsit elhajolt itt-ott. De hogy ez hogy lehet, tehát olyan szinten ütöttük, gyepáltuk, szaggattuk, hogy az hihetetlen, és egybe van, és megvan az alakja még mindig, és működött, és azon jöttem vele. Abba van anyag. Az öntött vas bizony. Fake munka engem nem dugattyú. Ja, igen, pontosan. Na, remélem mindenkinek tetszett egyébként a mai új videó YouTube-on. Nekem is tetszett, Feri rohadt jó megvágta. Aztán most már ugye csak minden 15. percben fogják megkérdezni, hogy mi a helyzet. Ez is egy előrelépés, bár csak az a kérdésem, hogy miért nem látja a játékot az OBS. Ó, köszönöm szépen. Valóban úgy nézett Kodirak a szeme, mint hogyha monoklia lett volna. Ez utólag tűnt föl nekem is. Ezt élőben nem láttam, szerintem a különböző fények és kontraszt és ilyen dolgok miatt jöhetett ez jobban ki. Mert hogy egyébként a szobában rohadt sötét volt, tehát nagyon meglepődtem, hogy milyen világos a felvétel. Aztán meg lehetséges, hogy ezek a 24 órás zárások. Szóval megverték. És megváltozott. Hát figyelj, mi nagyon minden nap úgy kelünk, hogy így rákoncentrálunk a napunk első 10 percében, hogy maradjunk 16 évesen kinézők. Ez nekem egyébként egészen jól sikerül, de... Tehát, hogy ez így nem működik. Tehát, hogy vannak dolgok, amik be nem szólasz bele, és ez az, hogy nézel ki. Hogy csúnyulsz meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen rondák lettünk, most mit lehet ezzel tenni? Majd lehetséges feltöltetjük Kodi száját, ha úgy van, de... Ez majd még donét cél kérdése. Ja, kapja majd a botoxot. Na, hát... itt vagyunk a gyönyörű szép kis szobában $32 000-ral, amit amúgy egészen hasonló, mint Gold Rush-ban. Na, mi van itt? Mi volt a legutóbb a projekt? Mit csináltunk legutóbb? Laggolok. Kevés az FPS. Az mindig jó, tehát, hogy... hát... Pedig van vagy öt. Az mind. Azt valaki tudja, hogy... Mi? Már nem azért. Közben megy itt a folding, vagy mi a halál? Á, megy a folding, aha! Akkor szeretném lepauszolni, bátya. Majd később kutatjuk a korona ellenszerét. Most először streamelünk. Nézzük csak. Igen, azt hiszem, hogy jók leszünk. Autóra gyűjtöttünk? Lamborghinire gyűjtöttünk? Oké, Hector. Oké. Nice. Jó hangzik. Ez most melyik gép? Aha, ez most a feltöltőgép. Itt mindenképpen... már el is van indítva. Fantasztikus. Illetve itt hatalmas edzésekben voltunk, ha jól emlékszem. Hiszen... fel kell arra készülni, hogyha valami normális turnamentet is bedobna a játék, akkor részt tudjunk rajta venni. Ez volt például az autós kategória, amin belül egészen ki van maxolva a dolog. Illetve, hogy az FPS kategória. Aha, sweet. Hát van még mind dolgozni, de nem rossz. Illetve a Battle Royale kategória az már ugye fixen ki van maxolva. És még nem is tudom, hogy melyiket gondoltam, úgyhogy még esélyes lehet a győzelemre. Ja, meg ugye a Lamborghini van már meg. Atya úristen. Én azt hittem, hogy az még nincsen meg. Aha. Akkor viszont a következő cél az egy ház.
És ha jól emlékszem, valami olyasmiben gondolkodtam, hogy valami olyan... Oppá, rossz gomb. Valami olyasmiben gondolkodtam, hogy... Na jó, azért ezt tesznek eléggé. Eléggé bunkó lett volna így. Szóval, hogy addig streamelek, amíg el nem érem a follower limitet, és amennyi pénzem akkor éppen van, megveszem azt a házat. Kérd az animét. What? Ezt most így hogy adta össze a játék? A kettő köze az... a szürkének számít, vagy mi? Jézusom. Adj be! Adj be ki valamit! Két szék közé a pad alá esni. Jó, oké. Akkor nullán vagyunk. Nagyon jó. Lássuk, mi a mai menü. Souls like story és fighting. A story az a GTA, az nem egy not a big deal. A Souls like, aha, azt próbálgattam, nem volt rossz. Nem volt rossz. Ott mennyi XP-m van? Mert ha nagyon rákoncentrálok, ugye abból még akár lehetne tournament, de hát nem a legjobb. Na mindegy, na mindegy. Akkor menjen egy Souls-like. Mi van? Feltöltök valamit? Hát akkor jó van, akkor. Akkor elmegyek egy kicsikét enni-inni. Így van. Melyik a legjobb? Ja igen, hát hazamegyünk a Lamborghinivel. Muter kosztját be durrantani. Party time is belefér, 30 másodperc vagy 30 perc. Már megint elfelejtettem újabb feltöltéseket indítani. A jazz chattingek nem az igaziak. Az be kell látni. YouTube-on hogy állunk? 920 ezer feliratkozó, mindjárt milliómosok leszünk. YouTube-on, az azért nem rossz. Hoppá, közben egy telefon. Legyen maxon. És ezzel egy hát délután 5 óra. Az nem sok. Így van. Apát fizeti, ne kajál ingyen. Kíváncsi leszek majd. Aha. Igen, akkor még mindig Souls like. Jó. Há, itt van a kis kalácsképű. Nagyon szép. Amúgy nagyon várom már, hogy lesz-e itt még frissítés a játékhoz. Nagyon beharangozták, hogy itt nagy dolgok lesznek. Hát, ez igen. Nagyon jó. Micsoda? Ó, az emberek szeretik, hogy beszélsz a csettel. Végre. Valamikor. És akkor ez most melyiket adta be? Followers increased. Az akkor a felső, ami azt jelenti, hogy ma dupla annyi follow fog jönni, mint máskor. Húha, akkor nem lehet viccelni. Akkor itt nem lehet viccelni, akkor itt bizony Battle Royale-ra van szüksége. Vagy... Hát igen, azért a Battle Royale-ra. Az még mindig a legjobb. Hát ez egy gyönyörű szép kezdés volt, fejjel a falnak. Egy Valorantot azért hozzáadhatnának, tehát hogy... Szeretném napra készen látni a játékot. 8000 néző a max, atya úristen, én leragadtam ott, hogy ilyen ezerrel szenvedtünk. Eléggé nagy ugrás volt így a múltkori streamben, azt hiszem. $66. Igen.
Jó. Közben így figyelem Ez, hogyha megfigyeljük a follower számnak a növekedését, akkor az figyelhető meg, hogy több mint százasával növekszik a follower. Konkrétan másodpercenként. Jézusom. A küldjépén az parancs meg nagyon fontos. Tudjátok, ha nem nyomnék addot vagy 10 másodpercig, akkor szóljatok rám. Mert nagy hibát követik el. De... ez ilyen $300. Egy óra alatt? Basszus, mi van ezekkel? És még alig vagyunk 3000-en. Megint be kell indulnia. Húha, mondjuk. Ja, chat kattingatás. Értem, majd mi a probléma. A chatet is fordított, Hector? Mert ugye, ha valaki... tehát, hogy végül is nem is mondtam, szóval... nyilván nem tudjátok. Hector a játékot fordítja. Különböző játékot fordításával foglalkozik. Nem tudom pontosan, mik voltak a projektjeibe, de ha jól tudom, a GT5 is helyet foglalt. Szóval, hogy a chatet is fordítod? Már megint a... inkább fizetek. Hát persze, hogy fizetek. Bemutattuk fiatalul a jelszót a streambe. Gyakori probléma. De megoldva, lefizettük. Mindenkit lefizetünk, aki meglátta. Azt nem tudok róla, nem mentem végig a szövegekkel. Hát csak azért kérdezem, mert hogy egyébként az embertelen lenne. Tehát, hogyha megnézzük a csetet, hogy pörög. És azért jó, főként ismétlődések vannak, de játékunként is változnak. Hogy halok meg a semmi közepén? Ahhoz fal is kell, nem? Ha látnék belőle egy szót is, csak pörög, mint a fene. Így van. Hát ez a... ez a milliómos streamerek csetje igazából. Mit lehet ezzel tenni? Csak pörög aztán annyi. Ja, hát már nem népszerű a Battle Royale, aztán valószínűleg azért. Vagyom én mindig csak 4000-em. Eléggé leangoló, de hát... ez van. Viszont akkor valószínűleg az e-maileket végigfordítottad. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még majd valami e-mail. Valami sztori. Nem adtad magad hozzá, mint bónusz. Add hozzá, mint streamer, tudod? Ja, de annak igazából csak annyi a lényege, hogy látszik az üzenetetek a chatbe, de ez jelen esetben már, hogy mondjam, streamről streamre egyre jelentéktelenebb volt. Szóval ez így szerintem marad így, $185. Na. Igen. 5000 néző, szépen megy fölfelé a follower, az mennyiről indultunk a stream elején? Valami 320 000-ről. Ahhoz képest már 349 000, szóval éledezik a dolog. Nem kicsit. De amúgy az a 645 000 az rengeteg, tehát hogy még így is rengeteg. Habár... földrengés! Dupla annyi néző! Yes! Komolyan mondom, néha úgy érzem magamat ebben a játékban, mint valami Monopoly játszmánál, hogy húz egy szerencsekártyát. Földrengés, tataroznod kell a hoteljeidet, vagyis hogy szállodáidat. Nyerték $200, lépj a startmezőre, tehát hogy vagy jót húzol, vagy rosszat húzol. Aztán valami történik, de hogy ez 8000 néző, egészen sweet. A nézőszámtól függ az is, hogy milyen gyorsan jönnek a followerek. Ha jól látom, igen. De kicsit agresszívabban menne fölfelé a szám. Jó, ez az a stream, amit ha belehalunk, se szabad lekapcsolni, mert
konkrétan, ameddig ez tart, hülyére keresi magunkat. Arra viszont nem emlékszem, hogy mennyi volt a napi bevételem. Úgy nagyjából, arra valaki emlékszik? Hogy a legutolsó napi bevételem az mennyi volt? Olyan 20 000 dollár? Valami ilyesmi rémlik. YouTube-bal... Donate 10? Vagy csak 10 volt? Keverem már Goldrush-sal, ott 20 volt. 18-ra emlékszel? Lehet, hogy volt egy ilyen 18. Szerintem is. Tehát ott a legutolsó nap az már beadhatta akár. Nem tudom, hogy hogy, de... Valószínűleg így a reklámokkal együtt. Ez vicces, hogy mocsok sok donétet kapunk, de... De reklám for the win. 9000 nézőnél. Gondolj bele, 100 000 nézőnél. Milyen bevétel jönne egy reklámból. Megőrülsz. Csak szerinted nem szólnak a hangok? Gizigit elindítottam, megtörtént, mert... Mintha láttam volna egy kósza küldjépé. Akkor jól van, akkor. Ezt megcáfoltuk. Vagy csak téged szeret, Junior. Felkiáltójel You Stop. Van itt olyan parancsom, hogy felkiáltója YouTube? Mondjuk, mi a szar, random meghaltam. Pedig milyen hosszú volt. Nem hiszem, hogy valaki ne ismerne YouTube-unkat, aki... Aki így itt van, de... Nincs, hát lehet, hogy nagy hiba. Csak 500 feliratkozó? Hajaj! Mi van? Dédoszolnak. Reputation. Az beáldozható. Mi van nekem csak 500 feliratkozó? Hát... 500 dollár! Úristen, még mindig figyeljetek az 1000 dolláros donétre, mert... De szép kerek lett az 4000, úristen. Ezt így számolta ki valaki? Vagy elértük a végét? Hoppá, ez kicsit korai volt. Ez nagyon korai volt. Mert én érzem ezt az 1000 dolláros donétet, hogy meg fog történni. A közeljövőben. 4000 soros a file. Aha. Ja, az a baj, hogy én már lassan közeledek a sorozat végéhez. Szóval nem tudom, hogy tudom tesszelni élesben. Mondjuk, hogyha jönnek majd frissítések, akkor mindenféleképpen követni fogom a játékot. Az megint más kérdés, hogy a frissítéssel fog-e bármit változni ott a szövegfájl. Mennek el a nézők, mert szar a reputation. Jöjjön már vissza. Ó, már hajnali 2 van. Meg lehet nézni egyébként, hogy milyen népszerű játék, mert... Ha már végül is... Szerintem ez nem rossz. Még ha nem népszerű, még akkor se rossz. Igen. Na igen, 200 adó. Szerintem Akavics ez csak viccel. Ugye viccelsz? Jó poén volt. Nem áh! Komolyan kétszer egymás után kapok DDoS-t. Hogy a francba? Hát, mire visszahozom a reputation-t? Nem viccel.
Te viccel, ilyen nincs. Ilyen nincs. Ja, így is többet beszéltünk róla a videóban, mint ami feltétlenül egészséges lett volna. Hát na, viszont már nagy ötletelések vannak, hatalmas ötletelések. Amúgy nem tudom, az volt a tervem, hogy összerakom a zöld hátteret. Aztán valamire elkezdtem füvet nyírni, és nem tudtam abba hagyni. De legalább be van nyírva fű. Csak basszus, kölyök össze kéne rakni ezt a szart. Reflexben megint rányomtam. Ja, csak hát, hogy az... $700 dorét! Alakul. Legalább a fű is zöld. Ja, egyébként, tehát, hogy valószínűleg így zöld háttér volt a fejemben, és így kimentem, megláttam, hogy zöld a fű, és hosszú, és előkaptam fűnyírót aztán. És ezek olyan kis achievementek az életben, de annyira bírom. Amikor világ életedben, amikor meg kellett érezni a fűnyíró kését, akkor így szóltál Faternek, hogy érezd már meg, és így vágja az úgy is, csináljad úgy, vagy pedig kijött és megélezte nagy nehezen, amire rávetted, mert éppen mondjuk dolgozott, vagy valami. És így van flexed, van hozzá, korongod, és leveszed a kis kést, és nem szól rád senki, hogy tedd le azt a flexbe, levágod a kezed, hülye gyerek! És aztán elvágod a kezed. És aztán elvágom a kezemet is. Melyik a sürgősségére? Nem, még ez nem sikerült, és így megélesztem, és annyira büszke voltam magamra, hogy ezt minden csináltam. És mondjuk tök mindegy volt, mert olyan hosszú volt a fű, hogy fajamat ledöglöd benne, de egész jó volt. Miért nem szólt, hogy vigyem a négy kis barit? Az kéne ide valami biofűnyíró. Majd a kutya lerágja. Persze. Zaj jön be kintről. Lemütöd a mikrofonodat. De szar! De szar! Hát inkább ez, mert akkor szerintem le is kéne lőni a streamet. Na várjál most, 1215 dolláros donét! Hogy éreztem, hogy közeledik? Éreztem a pénzenergiát. Jézusom! Igen? Junior, milyen ötleted van a VVS csatornapontnak? És miért érzem úgy, hogy ebből nekem én rosszul fogok kijönni belőle? Hát pedig külföldön ez így megy. Legyen inkább meglepetés. Hát nem tudom. Jó, $10,000 donétig azért ne lőjük rá a streamet, én azt mondom. De ez így nem jó, tehát, hogy... Te sem mondod el nekik, hogy minek lesz a második éved. Ilyen ez? Ugye, milyen? És már megvan a pont. Legalább jó drágán adtok engem, az életemet. 500. Ennyit érek. Remélem 500 pont én nem kapok vacsorát, vagy kanapén kell aludnom, vagy valami. Na, $50 a $10,000 régi. Ne legyetek más muci köcsögök, azért ezt már be kell tolni. Ott is van, köszönöm szépen. Egy 200-as sebek fejet.
Jó, 400 000 followert átléptük, de ha úgy mondjam, ez még mindig eléggé kevés a limithez képest. Viszont már átléptük a 10 000 nézőt is. A feliratkozó szám meg így lengedezik a szélbe. Hát nem tudom, hogy az, amit kellene hogy nagyon csinálni, de hát ennyi. Na jó, jó, elég lesz már. 11 000 dollár csak megállunk. Oh shit. Na nézzük, mi lett ebből. 75 000 dollár. Jó, kaptunk egy staffot az inventoryba. Mi a fós? Apukám! Ez a millió? Ez a millióért? Az 1 milliós YouTube díj. Na már, most van itt egy streamünk, egy 17 órás streamünk. Nem. 903 perc. Jó, hogy nem izé. Kettes számrendszerbe írod már le. Tudod, ki számolja ezt ki. Egyébként annyira nem nehéz ez. 15 óra, ugye? 15? Nagyjából annyi. És ebből vajon mennyi bevétel fog jönni YouTube-on? És mennyi plusz feliratkozó? Hmm. 10 000 kérek. Úgyhogy közben ilyen sokan voltak rajta, és elméletileg nagyon jó játszottam. Én egy ilyen... Nulla, persze. Én egy ilyen 100, vagy egy ilyen 1500 dollárra tippelek. És ilyen plusz 100 000 feliratkozó. Na nézzük. Ó, hát Dávid! Hát le se tagadhatnám, hogy YouTube szakértő vagyok. Erígy már! Na jó, ez hogy sikerült? Átléptük az 1 millióvat. Hát de már megkaptam a YouTube díjat, azt így megelőlegezték. Vagy itt nem 1 milliós van, hanem 900 000-es. Az évek és a rutin. Hát ennyi igazi. Na jó, ezt telibe lőttem. Nézzük csak, van-e új turnament. Hát ezt nem hiszem el. Ezt egyszerűen nem hiszem el, semmi. És mi a mai? Hack and slash horror. Horrort azt régen nyomtunk, és egyébként akkor se volt túl rossz. Illetve az Inlast. Az a mai népszerű horrorjáték, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy horrorozni fogunk nem sokára. Ami pont annyira ijesztő. Mint a, nem tudom, a fecsegő tipegők Nickelodeon-os régi rajzfilm, szóval nem kell aggódni. De ez várható. És ott szeretném akkor húzni a skillemet is, mert végül is ott is érzem, hogy sikerülhetne ez a tournament. Szint. A horror. És akkor várja, in last. Remélem a legrosszabb horror game a világon. Nem rossz. Csak hol van most? Főcsekerjük az SSD-re. Azt már mehet is a stream. Tudok még valamit venni? Bármit, akármit. Feliratkozót, semmit. Hát... A kár rész meg amúgy jó lenne, csak... Csak abban nem tudok skillt szerezni. Hú, de az a baj, ide figyelnem kell. Húha. Ez annyira nem lassult, mint amennyire... Számítottam rá. Gondoltam, most már nagyon fullos lesz a setupunk, szóval... Olyan könnyedén fogom meglátni. Hogy figyelnem se kell, de... Oh.
Ó, ez most. Megvan. Na jó, azért annyira nem ijesztő. Nem ijesztő, nehéz. Kivéve azt se láttam, hogy az elején hol van. Erről mindig a Harry Potter bölcsekköve játék jut eszembe. Amikor ott tekeri nekünk mógus professzor az alkoholt. És meg kell találni, hogy melyikben van a jó löty. Jó. Basszus! Nagyon nehéz az nézni a csetre. Üha! Ott mi történt? Oké. Okay. Nem emlékszel? Hát amikor a végén mész a... Bár a háromfejű kutya után... Vagy ez a... Kettőben van? Nem, a sakkozás. Ott van a sakkozás. És... Hát, hogy utána van. Már ezek már megint csajoznak. Jó, RIP moderator skill. Hát ez van. Ez a problém. Hogy, mert amúgy annyira nem probléma, de mennyi a legdrágább ház? 500 ezer dollár. Nagyjából úgy számolom, hogy mire meg lesz ez a 600 ezer follow, egyébként 300-400 ezer környékén fog állni a bank. És... Akkor már egészen közel vagyok a villához. De mégis túl távol. Nem tudom, hogy megérni a 300-eset megvenni. Mondanám, hogy egy jó turnament, hogyha bejönne, akkor az meg tudná menteni a napot, de... Maximum ilyen 20 ezer dollár. Annyi remény. Ami már annyira nem megható. Mennyi XP-t kaptam belőle? 30%? Úristen! Ezt nem akarom. Ezt nagyon nem akarom. Jó. Nem RPG. Nem RPG, hanem... FPS. Rá van szükségem. Abba legalább gyorsan jön az XP, mert szerintem akkor kaphatok XP-t, amikor tehát valami jót csinálok. És azért lássuk be, hogy itt végül is egészen ritkán csinálok jót, ott meg folyamatosan lövöm őket. Nyilván ott egy kevesebb XP-t is kaphatok, de én gyorsabbnak éreztem a fejlődést. Ettől biztosan is, hogy sokkal. Ja, hogy ma nem populár az FPS. Ejj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 
menjünk autókázni. Úgyis lassan vége van a napnak. Legalább ez most népszerű. Aztán
Jönnek a nézők meg a followok. Csak mióta rájöttem, hogy gyorsan is lehet menni, azóta többet kéne odafigyelni, mint amint egyébként szoktam. Hello? Hello, Koborka. Csak be ne fogjon a fék. Ez egy ilyen para lett volna már, 130-nél mi történik velem, hogyha befog a bal hátsó? Beblokkol? Itt se éreztem egyáltalán az autón azt, hogy húzott volna bármelyik irányba. Mondjuk mentem, vagy max, nem tudom, max 40-nel. De meghúzta volna? Valamelyik irányba? Még végül is? Nem emlék. Reflexfüggő lehet megfogod, lehet elforogsz. Az elég para amúgy így belegondolni. Hogy ott 100-130 elkezdesz pörögni, mint ez a bizonyos a laborba. Elfordulsz, nem pöröksz, mert három kerék még fog. Az mondjuk igaz. Nem tudom melyik a rosszabb, hogyha a belső sávba vagy és a szalagkorlátot nyalod meg, vagy hogyha a külső sávba és pont jön melletted valaki. Mondjuk egy nagyon értékes, nagyon szép, nagyon frissen polírozott Mercedes-szel. Érdemes ezeket a fékeket nézni. Szalagkorlát talán az a jobb, mert az úgy, tehát arra hivatott, hogy egyébként megfogja az autókat. Ez, nekem ez is autós játék, én mindenhol autókázok. De szar ebbe belegondolni, úristen. Nagyon para. Mert bőven megtörténhetett volna. Mondjuk azt mondom, hogy Röncivel megyek Kodihoz tegnap videózni, nem szoborúval. Olyan fékfelújítások lesznek itt az összes autóban, hogy mind a Röncim meg a Subaron azon a sok kettőn, hogy Brembo féktárcsák fognak ide feljönni. Kicseréljük? Ja, az kéne. Lemegyek a Renault-val, Junior, várj! Holnap megyek. Végül is mi az a 300 km, úgyis autópályán megyek, ott meg nem kell fékezni, szóval nem probléma. Nem, nincsen itt a botolás, banoljuk őket a francba. Annak puntóra én full Brembo-t raktam. Brembo pofákat szoktam venni mindig, azzal nincsen baj, de hogyha a szerkezet mondjuk szar, akkor lehet baj. Haddugattyús féknyerek fog menni a Renault-ra. Így van. Biztos, nem biztos. Hát, Vadim, most nem igazán ismételném el ezt a nagyjából 20 perces történetet, viszont nemes egyszerűséggel vissza tudod nézni. Jó légfékeket.
Mondjuk a légfék az... Mondjuk ha ott elmegy valami, akkor mindegyik befog, nem csak az egyik, igaz? Mert akkor mindenhonnan elmegy a levegő. Tehát ott nem húznál egyik irányba se. Az azért jó. De jók vagytok, hogy sorfalat álltok nekem. Lehetne fékezni is, de... Nincs fék! Mondjuk a turnamentre be kéne gyakorolni. Na most mondjuk egy ilyet, fék... Reklám! Közben átléptük az egy órát. Szóval... Még pont most lettünk meg 11 ezeren. Hogy jönnek a followerek? Egész jó. Lehetetlen ezzel a sebességgel átmenni. Kettő között. Ja, látod, a fék se segített. Szabok miért nem jönnek? Pedig teljesen ki van fejlesztve. Egyedül Just Chattingbe lehetne egy kis szabot farmolni, de ott se túl sokat. Tehát hogy a 2700-hoz képest azok a 20-ak, az hogyha esetleg bead, vagy talán van 40-es is, nem tudom. De hát ez meg már olyan, hogy csak viszi a pénzt, szóval... Nem jó. Na jó, nézzük mi a mai népszerű. Illetve... $6400. Hát nem akarom megbántani a kedves szervezőket, de... Annyi nagyon el sem ész, érted? Hogyha elmegyek és megnyerem, amúgy átlépik a $100,000 így... Lightosba. Van valami az inventorimba. Hát mi van itt? Kapom folyamatosan a díjakat, de hogy honnan? Ustab Gold Badge, Ustab Diamond Badge, Ustab Silver. A Diamondot azt nem később kéne kapnom, mint a Goldot. Most csak úgy... Angosan gondolkodok, de hogy... Neki lenne értelme. Mennyit érnek? Érdekes kérdés. Érdekes kérdés. Jó. Kis Justápos móka. Hát nézem. A gold $1000 és a diamond $2000. Tehát most már hivatalosan is a diamondot kellett volna később megkapnunk. Hát figyelj. Megelőlegezték, látták milyen jó mennek a számok. Hagy örüljön, megkapja előre. Há, jó van. nem hiszem, hogy... Mert az 500 kell, az meg már rég megvolt. Új wifi kell? Hát az már van. A legjobb wifink van. Meddig jutottam? Hát figyelj, igazából most már így nem nagyon... Nem nagyon vannak real kihívások. Viszont egy jó kis Battle Royale turnamentet, akkor nézzük meg, $800 nevezési díj, és ha megnyerjük, akkor $6400 ütél markunkat. A lényeg az, hogy minél előbb érjük el az 1000 pontot. Ehhez azért jó playing kell, viszont akkor van egy olyan elméletem, mi szerint, hogyha
elmegyek bizonyos turnamentekre, amit nem megnyerek, hanem elveszítek, akkor kapok egy új turnamentet, tehát van esélyem arra, hogy olyat kapok, ami jó is. Nyilván alacsony százalékkal szinte lehetetlen, hogy nyerjek. Vagy egyetlen dobogón legyek. De legalább lesz új. Az is valami. 1 és 5 között. Ez kérlek szépen win. Tehát, hogy vagy elsők leszünk, vagy elsők leszünk. Csak attól félek, hogy 60 másodperc alatt még tudok hibázni. Most azt nem tudom, hogyha esetleg azt mondanám, hogy innentől kezdve csak megyek körbe-körbe, vajon megmaradna az az egy? De vagy, amúgy igen. Nem, a kockákat nem szeretném. Mert akkor így tök lezen el lehetne húzni az időt. Hát figyelj, free 6000 dollár. Jobban belegondolva azért, annyira nem rossz. És ha mondjuk neki csattannék a falnak, az mennyire lenne? Rossz. Húha. Jó, ez 9 másodpercet már elhúzom. Nekem nem is még a fal közelébe. Hú, azt hittem előbb vége lesz, kicsit közel lett ez a kocka a végére. Köszönöm szépen, a first win 6400 dollár. Múltkor ugye csak másodikok voltunk, és akkor mi van, hogy én erre még egyszer rákattintok? Én nem erre szerződtem. Nem tudok máshol nézni. Nem tudom, hogy hanyadik a... Ó, hogy az... Mi történt a helyezéssel? Ment le? Vagy... 1 és 22 között, hát igen. De még megy egyre föl... Hát... Néha kicsit föntebb, néha kicsit lentebb. Az a hiba az rontotta a 22-n, vagy amúgy is csak 22 volt? Valaki látta? Rontott rajta, mert amúgy mennyi volt? Amúgy is 22 volt. Most megint rontottam, megint 22. Most megint rontottam, sokat rontottam, visszamegyünk 22-re? Visszamegyünk, szóval akkor valószínűleg... Itt... Itt a skill level, az ami most megmondja a frankót. Egy darabig lemegy, de utána visszamegy ugyanaddig. És ugye az a lényeg, hogy hol tudom megtartani. Hát figyelj, az egy az még benne van, tehát hogy... 1 és 22 között? 6. Na hát... Abból nem lesz kenyér, de... Valami. És akkor... Aha. Szóval, jó. Van egy egészen kellemes FPS, ami valószínűleg nem sikerülne. Ha csak nem lövök fel egy FPS streamet és gyúrok rá. Ami nem népszerű. Mennyi az idő? Hát reggel 11 van. Ez eléggé nagy baj. Akkor esetleg elmegyek a Souls Like-ra. Hát most az a jó kérdés igazából, hogy megér annyit 1800 dollár nevezési díj, hogy ezzel resizzem a... Érted?
Tehát talán 1800 dollárt azért nem igazán ér. De hogyha mondjuk van egy ilyen 800 dolláros vagy 400 dolláros nevezési díjú, vagy esetleg még kevesebb, arra már megéri elmenni, csak azért, hogy kapjak helyette egy másikat. Még ha tudom is, hogy lose lesz. Egy és 30 között felhoztam. Ugye akkor mindig megjön a kedvem Dark Souls-ozni. Aztán mindig belegondolok és elmegy. Basszus. Jó, Dark Souls 3. De szintén nagyon kíváncsi lennék, úgyhogy hogy menne. Basszus. De hogy hiába hibázok, nem... Tehát, hogy ugyanúgy 1 és 30. Ez fura. Mondjuk egy hiba nem túl sokat vesz le. Pontból. Na nézzük, 12. Hát igen. Az nem túl sok. Vagyis, hogy éppen az, hogy túl sok. Strategy. 10.000 dollárért. Aha. Na ezt megéri el viccelni szerintem. És mi van, ha belelépek? És utána azt mondom, hogy... Hogy viszlát. Tehát konkrétan csak elszkippelem. Na, 1600 dollár. Hát őszintén azért se nagyon szenvednék. Még akkor se, hogyha ugye azt megnyerhetném, de most... Előrébb vagyunk, hogyha... That's what I'm talking about. Ez viszont már... egész jó. Mondjuk néha azért streamálni is kéne. Így azért ne felejtsék el az emberek, hogy így vagyunk. Hát így valahogy úgy kéne, hogy amelyik nap nincsen ilyen jó kis Battle Royale vagy Survival Game a felkapottakba, akkor turnamentezgetek. Amúgy meg streamelek. Nem tudom. Micsoda? Nem nyomtál a turnamentem, ez sem mentem, mint egyetlen. Ezzel gondolkodok én is, hogy ez most mennyire nyerességes amúgy. Most itt akkor megint behúzunk a 6000 dollárt, igaz? Mondjuk egyszer elfogy a jóság. Úgyhogy bedob nekem itt egy, mit tudom én, egy horrorból egy világkupát és 10 millió dollár a nevezés. Azt nem fogom elszkippelni. Olyan. És megpróbálom, hogy most már csak időt húzok. Első hely, 6100 dollár. Oké. Nem tudom, mennyi pénzem volt.
Jó. Úgy érzem, kezd megérteni a játék. Na nézzük, egy masszív kezdés. Nagy sebessége. Utána meg majd visszavesszük a gázt. Amint megvan az 1000 pont. Csak nagyon kell figyelnem, hogy ne kerüljek kutyaszorítóba. Ezt nem lehetett volna kivédeni. Csak a fékezek, de összezavarodtam. Túl későn realizáltam a dolgot. Jó, ezt közben egy első helyre felhoztam, szóval hát egyjából ez a hiba sem volt probléma, és akkor én most visszalassítok, és szép light-ba megyek tovább, és szerintem meg fog maradni az az egy-egy. Nem hiszem, hogy fel fogják hozni. Na, ha ezzel így haradunk tovább, akkor ezek a 6000 dollárok eléggé jól jönnek most már. Csak tényleg jó lenne, hogy bedobna olyat is, ami 20000 dolláros. Az lenne az igazán real progress. Most itt másfél percet kell ugye turnamenteznem. Sőt, nem, 2 percet. Ez így annyi idő alatt összejön a streamelésből, donéttel, addal, meg mindennel együtt. 6000 dollár, hát... Most még azért szerintem nem, de hogyha viszont fejlődnénk... Akkor lehet, hogy elérné. Ez egy egészen logikus áron, csak valaki más, aki nagyon magabiztosan beszélt a játékról, nekem azt mondta, hogy az is fontos, hogy milyen gyorsan éred el az 1000 pontot, de ennek egészen az ellenkezője kezd így bebizonyosodni, szóval igen. 126000 dollár. Na most ez már megint akkor egy olyan dolog, hogy nem ér annyit. Hoppá! Hoppá, közben elfáradtam. Akkor viszont el lehetne menni egy kicsit streamelni. Hatalmas turnamentek utáni chilles stream. Aj, de nem jó az FPS, nem már. Akkor pihenjek. Mennyi az idő? Tehát annyit nem is tudok elcseszni az időmből. Jó. Valahogy begódjuk. Elküldjük szabadidőre csávót. Ja, tényleg streamek, igen. Kösz. Habár most nem nagyon van mit feltölteni. Az lenne a király, hogyha a turnamentekből tudnánk valamit összevágni. Vannak ilyen régebbi dolgok, de... Hát... Annyira nem tűnik. Hát igen. Igen. Az 50 dollár. Se baj. Mondjuk energy. Egyszer azt szeretném már látni, hogy elfogyjon innen a feltöltés listából minden. Hogy ez annyira nem is... Nem is sok. Ez olyan jó lenne látni. Úgy érzem, mintha lemaradásom lenne. Mennyi az idő? Este 9, akkor adjunk neki valami hosszabb kikapcsolódást, mondjuk Raid Subscriber Day! Azt a mindenit! Aláírások! Nagyon jó. Amiket túl boldogok, nem lettünk. Lehetséges, hogy most, hogy csináltunk egy Subscriber Day-t, megnőtt az esély a szabokra? Különböző stratégiákat. Az a baj, hogy abban nem nagyon látok stratégiát egyenlőre. Tehát, hogy így részemről nem igazán sikerül stratégiát belevinni. 5 monitoros setup? Az a baj, hogy 3 monitor tudok csak rárakni. Hát, de a Twitch-tali az nem sub-only, szóval... Az lenne, figyelj. Közben felmentünk 147000 dollárra. Igen. Megjött az utalás.
Az... igen. Csak kevesebb szabja lesz. Még már régen streameltünk, most valószínűleg nagy lett a drop. Abá, no. Battle Royale, Survival és Retro. Húha! Ráadásul a The Amazon. Az kétszeresen. Jó van. Ez egészen jó hangzik, akkor majd egy ilyen subscribe farmolós, vagyis egy follow farmolós napunk lesz. Viszont aknakeresőzni ezt akarok, az amúgy múltkor nagyon behúzott. Az melyik volt? Az talán stratégia. Igaz? Vagy az RPG? RPG. Igen, az az RPG. Jó, szóval az RPG-re majd le kell csapni. Skobaba sírás a hangra. Mert ez 461 000 follow. Hiányzik még 200 000. Hát most kíváncsi vagyok, hogy egy dupla népszerű survival game-nél. Igen. Just chatting-el kell kezdeni. Azzal még rábusztolhatnék. Hírek. Nem jó. Léci, add be! Nem áll! Nyissuk egy lootboxot. Everyone followed who heard you open a lootbox. Most, hogy látják, milyen szerencsétlen vagy az életedben, találtak, reményt találtak a saját életükben is. Micsoda? Jézusom. Oké. Az akkor kezdem érteni. Kezdem érteni a dolgot. Valószínűleg itt arról van szó, hogy amikor ilyen szerencsétlenkedés van, hogy nem megy a stream, baj van meg ilyenek, akkor azért nézik azt többen, mint utána, amikor elkezdődik maga a játék, mert szebbnek látják tőle a saját életüket, hogy ők így ülnek, és így nekik nincs baj, de neked van, és így érzik, hogy így jobb az életük, hogy nem tudom. Lehet, hogy ez a megfejtés? Mit gondoltok? Ezen már nagyon régóta töprengünk Kodival, hogy vajon mi lehet a megfejtése annak, hogy mindenki szereti azt, hogyha valami nem működik streambe, és a streamer síkideg, cringe-el, ég a pofája, és eszeveszett módon próbálja megoldani. Közben 967 dollár. Lassan kezdem úgy érezni, hogy ez a tournament felejtős. Lehet, hogy itt ez lesz. Ja, nekem is olyan jó, hogy van fék az autóban. Igen, tehát hogy talán ebbe is meg lehet találni. Szegény Ferit, mondjátok, hogy vágó súlyban van. Mi vagytok ilyenek? Egy kis moletta alkat, hát most régen is az volt. Mondjuk amúgy visszanézve a régi videókat, mindig meglepődök, pedig régen is volt rajta azé test, gyönyör, nagy felületen szép. Miért egy karakterem nem igazán tudja, hogy merre kéne menni. Amúgy, így megbolondul. A férfi 100 kilónál kezdődik, mondta Koró. Hát na, mindenkinek megvannak az ideájai. Igen. Nem tehetjük meg, hogy a néző szemlentebe sem. Nem akarjuk meg. De belehalunk.
hogy pörög a follow? Alakul. Tömör gyönyör. Volt pár másodperces bevágás a régi FB kérdéséből, tényleg. Mondjuk ott azért megadja a kontrasztot. Ez igaz. Lehet, hogy ezért gondolta mindenki úgy, hogy megosztja a komment szekcióba, hogy mert ideálista! Én meg ugyanolyan bot vagyok, mint akkor voltam, na. De én legalább nem változtam. Egy kinézetre. Meg az volt a kedvencem, valaki írt, hogy de megváltoztatok. Tehát, hogy ebben a videóban mondjuk nem tudom, hogy melyik része volt kézzelfoghatóan megváltoztatok rész, de... De tényleg, hogyha tényleg a kinézetünkre gondol, hogy megváltoztunk, akkor nem tudom, mit vár. Tehát, hogy... Vagy lehet, hogy így a rajzfilmekkel van jóba, hogy SpongeBob 10 éve egyébként ugyanúgy néz ki. Már hogy őt rajzolják. Minket is rajzolni kéne. A hajam nagyobb, amúgy ja. Tehát, hogy úgy állt a videóban a hajam, mint egy... Fú. Hát, inkább ne állt volna sehogy. Gondolkodtam, hogy szólok Ferinek, hogy rakjon egy blurt vagy valami, de ezt ki kell cenzúrázni, nem feltétlenül családbarát. Még azt bírom, volt a kérdések között egy, amit nem mertem bevállalni. Azt írta, hogy én már a 200. feliratkozó óta követlek titeket, ezt már egyébként több mint 1000 embertől hallottuk. És azt nem értem, hogy miért mentetek el Twitchre. Három videóba beszélünk, erről szerintem minimum. Most akkor ő hogy követ? Ezt nem tudom. Megváltoztatom. Kecske, azt kellett volna, hogy lejössz Irsára, és Feri helyére mondjuk beülsz te a videó elején, és akkor így... Így kivárunk mondjuk egy ilyen 20 másodperces hatásszünetet, hogy mindenki lemenjen a kommentek, vagy mindenki lekommentelje, hogy úristen Feri, de megváltoztál! Akkor eddig is ekkora volt a szakállad, meg kékes a hajad, valami nagyon furcsa. Szerintem bejött volna. Úristen, azt hittem, hogy nincs ott az a tizedes vesző a donétbe, de sajnos ott volt. Ajaj, hogy Feri helyére művít beültetni. Ja, Feri, mint hogyha lány lennél. De lány lettél. Aha. Kuzinnak a gyerekkoráról beszélünk. Hát... Mi van nézőszámmal, nem nagyon tudom mit kezdeni, így maradjon a KP. Ha más nem. Az a baj, nagyon félek attól, hogyha megveszük a villát, akkor mi lesz az új maximális follower szám, mert... Én úgy gondoltam, hogy ki kéne maxolni azért a dolgot. Meglássuk, hogy hol van a plafon, de... Ha itt kicsap nekem ilyen 2 milliót, vagy még akár többet is, mert kinézem belőle, hogy... Hát akkor az... Nem tudom. Ja, benyomta a követést. Nincs ad. De is az. Már rántott volna oda a kezem, de... Üres volt a helye. Jön a gaping game. Figyelj, 20-80 Ti, SLI. Mindenből. Csak a gaming RGB. Tökéletes.
Már nagyjából két részsel ezelőtt kimaxoltuk a gép témát, szóval így... Már csak a flexes ház maradt meg ilyenek. Még csak reggel 10 óra? Hajnalba kezdtem ennyire? Jóságos ég. Láttam Ferrari gépés monitor világítását. Leúszta a redőnyt, benyomott egy olyan klippet, ami önmagában is epilepsziás rohamot eredményez, még annál is, aki nem hajlamos rá. És mondta, hogy üljek a monitorhoz, amilyen közel csak tudok, hát... De amúgy nagyon állat, nagyon tetszik. Az ára kevésbé, viszont egyébként annyira menő, hogy akár még bevállalható is lenne. Szóval nálam az a baj, hogy szivacsok lesznek, vagy sötét szivacsok a monitor mögött, plusz nekem eleve messzebb van a faltól a monitorom, mint az övé. És így szerintem nem jönne át. Mint hogyha közel van a falhoz, és egyből a... Tehát nem szivacsra, ami azért töri a fényt, hanem így falról megy vissza. Van fehér szivacs. Amúgy... Ez nem is annyira rossz ötlet, csak hogyha nem menne a gép, akkor eléggé hülyén néz ki. Hát nem tudom. Armin. Ez majd attól függ, hogy mennyi lesz a follower, amit meg össze tudod gyűjteni. Nem tudom, lesz amúgy még e-mail? Aki ismeri a játékot esetleg, és itt van. És már elvitte ilyen élettelen mértékig. Tartozik nekem. Csak a reputation. Már más vissza is adta a tartozást. Ez 13K nézője. Meg 15K, de nagy. Ami még nekem nagyon tetszik, ez a tehát az RGB-s a egérpad. De az így nagyjából fél egy évig vicces, utána tiszta csuva lesz, és az hogy takarítod? Jó, mondjuk nedves rongyal eléggé jól át lehet, de hogyha már ilyen... Nagyon durva, akkor azért csak bele kell láztatni egy kis vizecskébe, aztán megsúrolni, az meg nem teszi jót az RGB-nek. Jaja, már volt itt $1000 pluszos donét is. Eléggé elborultak. Már csak 100K follower hiányzik. De a jobb kezem az összekad, az biztos. Nézzünk valamit. Mennyi a zseton? $182,000. Egészen biztató. Már megint kaptam valami. Az első helyér. Hát persze. Azt is hova francba rakjam? Ezt dobjuk ki. Ez nem kell, hogy látszódjon. Ez viszont... Ujjjj. Ennek viszont látszódnia kell. Annyi serlegem lesz, hogy... Mi lenne, eladnám őket? Egy elég. Belőle, nem? Még plusz $500. Szinte visszahoz a nevezési díjat, ne viccelj már. Király! Vagy építettünk volna belőle akár egy falat, de... Azért ez nem rossz. Ott vannak még már a Battle Royale, Retro... Nem tudom megérni ezt FPS-t húzni. Úgyhogy már megint a mai napon is negatív. Hát nem. Ezt elnyomom. Megnézzük, mit kapunk helyette. Hát ez egyszerűen...
Egész egyszerűen lenyűgöző. Hagyj már békém. Nem lehet ezt így letiltani, hogy ilyenek ne legyenek. Hát ez most egy zsákutca. Esetleg még a 800-asokat el lehetne nyomni. Ez a 800 dollár nem olyan kevés. Hát szó. Jó, egyet megpróbálok. Na, egyet megpróbálok. Hát ha csoda történik, és ránk mosolyog a szerencse. Hát, ez megtörtént. $20,000. Üti a ma 51%. Remélem, hogy 50, mert ugye 50% a minimum. Remélem 50%-nál nem fog kidobni. Ez kellemetlen lenne. Nem rossz biznisz, nem rossz biznisz. Persze a kis mínusz is bele kell számolni, ami mondjuk egy $2,000. Nem, szerencsére nem dob ki, azért az... csúnya lett volna. 1 és 2. Az a helyzet, hogy a világbajnokságnál nincsen fix első hely. Mindenki mantrázzon a chatbe, egy hashtag top 1, hashtag win, hashtag valami mantra. Mi a fos? Jó, mondjuk nem történt nagyon semmi, de azaz Lada, nagyon jól csinálod. Nem áll, ez nem tetszik. Új fékre. Léci. Ugye már egyszer voltunk ilyen szituációban, és akkor második helyen végeztünk. Nem volt rossz, de... $20,000 az $20,000. És hát a villa meg nem veszi meg magát. Please. Gyerünk. Yes. A mantra. Yes. $20,000. Szinte ingyen. Az jé, bizony. Hú, lenne itt egy ilyen is, de hát ez igazából szinte lehetetlen. Jó van. Hát akkor elégedetten én most így feltűrtem a készleteket. Hú, ránk mosolygott a szerencse? Érzitek a kéket? Hashtag kék a csedbe. Hát ha ez volt a megoldás. Hashtag szürke, az nagyon jó. Well... Well... Azt hittem már. Csak a konyhakés. Ez most már ideje lenne. Most tényleg nagyon adja. Nagyon adta azokat a goldokat, mondjuk. Lehet, hogy eddig tart. Mert ez meg egy bakancs is terült dolog. Ezt mondtam, hogy ki kellene pörgetni. Profit szag van.
Basszus, hoztam neked egy csibeburgert. Mit nyitottam? Egy goldot? Ott van a hűtőbe. Ups. Mi van ezzel? Úristen! Gyerünk! Nagyon adja a délek. Nem, azt ígértem, hogy hozok Vivinek Burger Kingből egy menüt, de hát ugye nem jutottam el odáig végül is. Mármint nem úgy, ahogy én akartam. Aztán csak gyorsan mentem kajálni a mökibe. Gyerünk még egy kicsit. Meghekkeltem. Meghekkelted? Komolyan. Valami szöveges fájban van ilyen chance, vagy hasonló? Valószínűleg úgy. Gyerünk már. Akkor a következő stream úgy fog megkezdődni, hogy na próbáljuk meg ma is kipörgetni a kéket, hát ha sikerül. Úristen! Csak kékek pörögnének. Kitörlöm a többit a rákból. Van, van, és a nevedet beleírtam, szóval hajrá. Micsoda? Az a legrosszabb kés, mi? Dép kés? Én kicsorbult vajazó kés? De amúgy ez most tényleg... Tehát, hogy eddig nem ilyen volt. Eddig full minuszba mentünk mindig. Van a játékban daily luck? Vagy nincs? Mert akkor az most... De, hát, hogy minden nap legenerál neked egy random szerencse esélyt, és hogyha minél nagyobb a napi szerencséd, annál nagyobb esélyed van jó dolgokat nyitni. Mint például a... Szerintem sincs. Akkor lehet, hogy ott megtaláltál volna a hasonlókat. Na jó. Öt nyitást még adok neki. Egy. Kettő. Hát nekem ma az IRL daily lakom valószínűleg nem az igazi. Szóval... Habár erre most a játék rátszáfolom. Három. Négy. Go. Öt. Shit. Hát... 15 ezer dollárnyi profitba jöttünk ki nagyjából, ami egész jó. Itt nem tudom túl sokat felvenni sajnos. Közben mennyi idő telt el? Délután 4. Aha, és még mindig. Hát, de Battle Royale-oznunk kell, sajnálom. Nincs más választási lehetőség. Ha azt nézik, akkor azt nézik. A Darwin Object. Oké. Okay. Háttér info. Tényleg. De király Hector. És egyébként ilyenkor, tehát hogy megy ez? Kérsz engedélyt a fejlesztőtől, meg megkérdezed, hogy hogyan tudod kivitelezni, és akkor segít benne? Esetleg ilyenkor utána nem mondják azt, hogy jó, akkor hivatalosan is belekerül, vagy valami? Még ha hivatalosan benne van, akkor folyamatosan frissítéseknél ezt neked, tehát hogy ott kell lenned, ami azért nem kis vállalkozás. Vagy működik ez így? Ami nagyon jó lenne. Habár gondolom, ezek a hivatalosok, ezek... Már ilyen komolyabb ellenőrzésen is átmennek. Találtam, nem értek hozzá.
Még nem tudom, ki lesz az, aki ellenőrzi, majd ő Google fordítóval, vagy valami, de... Vagy egy magyar hivatalos lektor. Nem tudom, mennyi az alapesélye a kéknek? Azt tudod, Hector? Mert hogyha átírtad, akkor ott kellett lennie az esélynek is. Egy aranyhoz képest mi az esélye a kéknek? Mennyire vagyok vakvágányon ezzel a céllan? Túl sok az aj. Your follower count will decrease 50% of current, tehát 3000 minusz follow. Az egyébként bevállalható. Én most egy kisebbik rossznak láttam ezt. Valami nézős igazán jöhet, nem? Gyorsan meglegyen ez a 13000 néző. Igen, engedélyt kérek. Ha megadják, akkor információt gyűjtök, hogy hogyan kell feltölteni, letölteni. Ja! Mert azt mondtad, hogy meghekkelted, nem? Vagy csak tudod, hogy hogy kell. Tök menő ez a fordítás, engem mindig is érdekelt, hogy hogy működik, meg ugye egyébként tök szívesen csinálnám, és régen egyébként a Farm Frenzy nevezetű játékot el is kezdtem, mert teljesen TXT alapúak voltak a szövegfájlok, és hát igazából ennek az egyetlen akadálya az, hogy nem tudok angolul, de amúgy tök szívesen. Nem nagy akadály, de... Bibi, te csináltnál ilyet hobbiból, és fejlesztenéd magadat. Arra gondolt, hogy Rai Sector Live után segítesz? Azt a mindenit, micsoda fordítva. Dragon Age-be szállj bele. Meglengeted a Lol. Ez király. Magyarosítások.hu egyébként szokott lenni felhívás. Nem, szerintem így eléggé. Hát ja. Na de akkor elméletileg lesz segítséget, Hector. Ha megegyeztek vívvel. Mert második évét nyomja egy angol egyetemen, anglisztika egyetemen, így egészen jó esélyekkel indul. Mi? Ja, akkor másik fél év, bocs. Már egy össze-vissza vannak a dolgok. Nem is értem, az én időben nem így volt, vagy csak nem jártam egyetemre. Az az esélyesebb. Na, 100 ezer followerre se vagyunk a 600 ezertől, már csak évek kérdése. És meg lesz. És hát nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy túl közel leszek a villához, hogy ne azt vegyem következőnek. És utána már csak a Teslát kell megvenni, és hivatalosan is. Fat Cock, a legkirályabb youtuber ever. Ja, arról Hector, hogy a barátnőm most anglisztikára jár, angol suliba, egészen jól tud angolul, és szívesen segítene neked a fordításban, mint gyakorló feladat, hogy fejlődjön.
Hát ezt nem hiszem el, valami fát fűrészelnek odakint? Vagy mi? Folyamatosan megy lefelé a follower számom. Vivi, holnap Goldrush magyarosítás. Ez is ami király lenne. A vidék hangjai. Így van, a vidék hangjai utat törnek. Mi? Vivi, holnap Goldrush magyarítás, Dév játék kérése. Ja, lá... És Dávid játék kérése. Miért te kéred nálam, hogy live-ból fordítsak el. Ja, legyen nálad Vivi 100 000 pontért játék fordítás kérés. Én kikérném mondjuk a Max Payne-t. Kaga megsértődött, úgyhogy én foglalkoznék veled, Ávi. Király. Jézus király! Ja nem, az Hektort olvasom. De mibe sértődött meg? Mi volt? Valami személyes, de most nem tudok visszagörgetni, mert spamelnem kell a chatre a bal klikket, és már... Leszakadok. Így le még egyszer, most nagyon figyelek. Goldrushhoz, ha oda el tudod kérni nyelvi fájlokat, kemény arc vagy. Discoverin keresztül, meg ilyenek? Hát igen. $1,156 donét. Lefolytják egy 500-assal. Farm Frenzy Pog. Na, mehet belőle a végjátszás? Ez ami nagyon adtam, nagyon aranyos. Valaki kérje, tudom, rengeteg rész van belőle. Én 4-et ismertem. Valaki játék kérésben, Anna? Ja, én is kikéretem. Valami éget szagjon a konyhából. Bú, már azt nem merem rányomni, hogy... Hogy... Három nézőre leestem. Mert kimentem poroltani a izé konyhába. Ó, hogy nyalnátok meg, rohadékok. Itt kellett volna ülni és izgulni. Rátok is azt mondja, mikor nem halljátok. Büdös gyé... Nem látom a kérdést. Amint megsértődött. Én nem látom. Most azért fog megsértődni, mert nem látom. Viszont FPS ez van. Figyelj, ezt ki kéne húzni az FPS-t. Ezt ki kéne húzni. Viszont előtte... Kis energiatöltés. Aha. Ja, amúgy a donation. Szerintem a donation az még el volt csúszva, aztán azért jöttek még mindig. Az alert egy kicsikét le volt maradva, mert már nem tudta követni a rendszert. Ja, hogy közben így átléptük a Z-félt is. Akkor azért lett itt jó FPS. Viszont akkor van új turnamentünk is. Wow! Azért a játék az most úgy érzem, hogy adja a lovat. Világbajnokságos autópályás csapatás. Figyelj! Ha megint behúzok a $20,000... Nem lesz oka... Nem lesz oka panaszra. Nem kezdünk túl jó. Jó lesz ez még, jó lesz ez még. Hashtag nincs fék. Hashtag nem fékezünk.
1 és 2. Kész. Jó. Igazából easy. Baszki, mit vacsorázunk, hogyha nem jutottam el a Tesco-ba? Meg fogok halni! Ejj! Igazából az utolsó 10 másodperc kell igazán odafigyelni. Azért Junior, mert majdnem belehaltam, annyit kértek hirtelen, szóval ezt át kell gondolni. Nincsen vele baj, csak az egy olyan rendszer kéne bele, hogy csak mondjuk 5 percenként lehessen kikérni egyet. Vecséssel lakok már egy fél éve így. A 40 km innen adódik. Ez nem ilyen lelki hasonlat volt, hogy 40 km távolságra kerültünk egymástól lelkileg. Fuck! Hanem ez írja. Ja igen, hát... De mondtam neked, meh, hogy valami 9 kortyot kértek egymás után. Hát jó, de nekem 30 kortyot kértek egymás után. 20-at. Fighting game, az se adja. Ó, igen, az FPS game az kell. Na, akkor durancsuk, viszont just chatting-el kezdünk. Igen. Nem. Hoppá! Akkor ezt többször rányomom, akkor működik. Csak az, hogy rengeteg idő megy el vele. De beadta a follower növekedés, szóval elméletileg jók leszünk. Látszik. Ajajaj, ide kell egérérzékenység. Olyan nézettségi rekordokat döntött ez a videó. Még a Vittesz nézettségi rekordját is megdöntött. Igazából... Ja, látszik, hogy... Vannak még emberek. Ott nagyon, de nagyon. És hát ennek nagyon örülünk, szóval... A holnapi napon összerakom a zöld hetteret mindenféleképpen. És... Jövő héten. Hát gondolkodtam egyébként már, hogy holnap ráveszem Kodit, hogy jöjjön vidinyózni. Több ötletem is van a második évadon, a bizonyos második évadon kívül is. Szerintem támadt egy jó ötlet. Aztán remélem ez jövő hét elején megtörténik. Persze még nem tudom kodni, hogy dolgozik, esetleg kecske. Ha tudja. Szerdán megy. Komolyan mondom, mint hogyha az élettársát kérdezte volna. Miért nem az? Jami. Kecske teljesen be van informálva. Jó, oké, köszi az infót, akkor igazából így a hétfő az működhet. Meg így belegondoltam, hogy holnapra mondom, hogy akkor így vasárnap megcsináljuk, de azt én belegondoltam, hogy valószínűleg Vivi megölne, szóval inkább nem. Hát, hogyha még így vasárnapra betervezek egy videózást. Hát így valószínűleg hétfőre. Hát akkor kedre. Hát nem tudom, valahogy... dél környéke, vagy nem tudom.
Jó. Jó, jó. Belettünk botóva. Offos. Oké. Okay. Ja tényleg, mert neked dogák vannak ugye meghatározott időkben. Ja, meg óra is. Aha. És így véletlenül nem unmutod a mikrofont, és így mert... Sziasztok, én Kadi vagyok! Sziasztok, én Dave vagyok! Biblia ismeret órán így elindul, hogy Dávid a rohadt életbe, hogy lelőzte mocsó. Az biztos, hogy jó lenne. Majd meglátjuk. Na jó, majd kitaláljuk akkor. Húha, akkor erre majd még kitérünk. Még egyszer. Ej. Hány százalék a game? Csak érdeklődök. 45? Mi? Nem onnan indultunk? Hello. Vagy nulláról indultunk. Mi is ide? Pavlov VR. Ez mi? VR tartalmat sajnos nem igazán tudunk felvenni. Rossz, hogy nem tudok a chatet spamelni, és nem igazán megy vissza ez a reputation. Addok nyomogatás, nem a legjobb. Jaj, Vivinek a stream idejét elveszik. Semmi baj, srácok, nem lesz itt nagy baj. Feri átjön, majd felveszünk 3 videót, és ez így 3 hónapra. Be lesz majd osztva. Na jó, azért nem, de... Szerintem nem lesz itt annyira nagy gond. Jó, ide nem megy főfelé a nézőszám. Jó, ide nem. Nem szabad adott nyomnom. Inkább legyenek nézők, mert akkor azért jobban jön a follower szám. És még 40 ezer follow amúgy. Lenne már meg. Ja, ötletelgettünk. Játékok terén. Azt nem tudtam, hogy tőled is származnak ezek. Ez már sokat elárul, de... Hát játékötletek videókhoz, hát. Not good. Még mindig nem az igaz. Popi, nagyon szépen köszönöm a 8. hónap alatt. Köszönöm a támogatást. És hogy már ilyen sok hónapja itt vagy. Most már hivatalos egyébként, készülnek az új sub-badge-ek. Igazából innentől kezdve 1-2 hét igazából maximum is megérkeznek. Szóval, hát én rohadtul izgulok, hogy milyen lesz.
az új Sub-Badge pack. Egy-két hét. Hülye. Hónapot mondtam. Egy-két hét innentől kezdve. Legrosszabb esetben. Szóval én izgulok, hogy fog majd nektek tetszeni, meg úgy egyébként. Nekem hogy fog tetszeni, mert ugye ilyenkor a designerre csináltatok, tehát nem lehet itt tenni. Kiadod az utasításokat, amennyire csak tudod, aztán meg összeteszed a két kezedet, hogy ami a te fejedben nagyjából jó nézett ki. Hát figyelj, igazából színvariációs lesz, tehát hogy max színbe lesz majd eltérő. Nem akartam igazából nagyon így túlspilázni a dolgot, mert eleve nehezen látható. Aztán, hogyha egy mit tudom én, kap 3 koronát, meg 4 izét, kiskutyát maga mellé, meg ilyenek tírenként, akkor az csak feleslegesen bonyolítja. Szerintem jó lesz a színe annak a 2 évesnek egyébként, tehát hogy én... Én bízok benne, hogy jó találtam ki. Hogy állunk? Ez 100%-os és egyetlen egy darab FPS game van, ami még... nem sok XP-t igénye, hogy 100%-os legyen. Pride-os-e? Pride-os nincs a pack-ben, az a helyzet. Viszont... figyelj. Ugye vagy akkor szar. Lehet, hogy majd lesz Pride-os is mondjuk 3 évnek. Egyszer. Vagy a Tier 3-as, és akkor mindenki abba fog feliratkozni. Nem lehet a Tier 3-nak külön badge-et állítani, az a helyzet. Unsub. Csak nem mindenki akar Pride-osat, gondolom, nem? Vagy senkinek nincsen ellenvetése a Pride-a kapcsolatban? Itt feljelentenek engem valami. Miért akarna Pride-osat? Nem tudom. Mindenki Pride-osat akar. Ja, abban végül is minden színben van. Ja. Nem mondhatja, hogy miért nem lila. Nem mondhatja, hogy miért nem kék. Nem mondhatja, hogy miért nem zöld, mert benne van az összes. Jó, oké. Okay. Meglátjuk. Azonnantól kezdve már egy... egy egyszerűbb kör. Elméletileg lassan meg kell lenni a 100-nak. Let's see. 1% hiányzik, hát persze. Mennyi hiányozna? Ez is 100% és mehetünk... What? 99,8. Ne, ne szórakozz velem. Melyik? Melyiknek volt mersze? Az a baj, hogy itt nem látom. Csak szerintem itt, hogyha remélek, hogy FPS, és... What? De várj, most meg van 100. Jó, hülye ez. És akkor mehet az FPS tournament. Röpke 19.000 dollár. Reményében, basszus. Csak előtte egy kis kaja. És ennyi.
Igazából közben nagyjából meg is lesz majd a holnapi nap, aztán jön az utalás, áttépjük majd a 300 000 dollárt. Ami azt jelenti, hogy bejött a számításom és 300 és 400 000 között lesz a píz. Oké, 1 és 2 között. Most hogyha egy kicsikét így érted, így visszaveszem takarékra a lángot. Hagy teljen az idő. Kicsit ránézek a chatre. Lesz Tesla, hogy a VR-ban lenne Tesla. Látniuk kell, hogy környezettudatosak vagyunk. Csak azt a ház után. Nem csinálok én így, Junior. Már hányszor trollkodtál és hányszor nem csesztelek le. Keső kommentje legjobb. Igen. Nem, az én kommentem a legjobban, nagyjából. Ki az, akinek feltűnt, hogy többször mondom ki a nagyjából, mint bármi más szót a videóban. Még amúgy csak egy bizonyos résznél, tehát amúgy nagyjából úgy hanyagoltam, tehát hogy nem volt sok, csak ott volt nagyjából egy ilyen 3-4 perces rész. Ott az első hely. Amikor így nagyon beakadt. Nem tudom. Zavarba gyűjtem, valószínűleg az volt a baj. Így leugorhatott a lemez. Ez a videó nagyszerű. Azt mondja számomra a YouTube. Hát én rendesen meghatódtam. Ó, a YouStop-pal meg közben mit csinálok? Tehát, hogy itt milliárdokról csúszok le. Szóval 300 dollárok, ami mondjuk annyira nem sok, de... Azért tóni kéne. A biciklit. Kis alvás. Én is Feritől kérdeztem, hogy ezt miért. Ja, hogy miért kommenteltem oda? Nem volt meg. Nem tudom, nekem ez nagyon beszokott triggerelni, amikor valaki más ilyet csinál. És nyilván magamat is, ahogy visszanéztem. Hát jó, de annyira nem volt vészes. Mit szart csinálok? Ja, ezt. 30 dollár, annyira nem szép. Azon rögtünk Ferivel, hogy egy percre rakta ki a videót, és de jött, rögtön jött egy komment, hogy teljesen megérted, igen, azt láttam. Jaj, de rossz. Ez a... Tényleg egy perce van kint a videó, és jön a komment, hogy teljesen megértelek, bátya, teljesen megértelek. Mindennel egyetértek. Jaj, ez valami csodás. Ilyenkor így érzed, hogy megérte. Megérte beszélni 25 percig. Úristen, mi az a Darwin Object? Jézusom, már 1 500 000 feliratkozó. Rágyúrok kicsikét a YouTube-ra. Addig ilyen kis kajálásokat csinálok. Nekem sem tűnt fel először nagyjából. Újra kellett néznem a videó elejét, hogy megértsem a kommentedet. Azt a mindenit. Hát azért itt pedig... Én azt hittem, hogy sokkal nagyobb problémák lesznek ebből a dologból. Nagyjából erre számítottál? Én nagyjából nem erre számítottam. Menjen az is, menjen! Az múljon. Betonozni tudok-e? Nagyjából. És minden ez lesz a válasz. Ez most már így meg fog maradni. Jaj, nem én! Basszus. Pedig én azt hittem, hogy részt vettek a beszélgetésben. Mindjárt fel van az összes videó.
régieket is bepótolva, hagyd nőjön a feliratkozó. Így azért a régiek is egy kicsikét felértékelődtek már ilyen számoknál. Hogy mindjárt átlépik a 2 millió feliratkozót. Mennyi napi bevételünk a YouStopból? 23 000 dollár csak abból. Az azért király. Hopp. Oh. Igen. Már megint. Mi a bánat? Ja, what? Ennyi turnamentem volt, ami már azóta. Lemaradtam róla. Az rip, ez is rip. Azt offolom. Keverem a beton, mint az állat. Mint az állat, majd holnap. De már izé kell. Ma mentem volna... De nem azt kérdezi, hanem hogy kell, hogyha... Ja, hogy kell? Hát ő rá van írva a zsákra, baszki. Úgy szoktam nagyjából, hogy így... hogy keverem, és tehát, hogy nagyjából egy kis vizet, ami tudom, hogy nagyjából jó lesz, és utána meg így nagyjából addig adom hozzá az anyagot, hogy amikor megborítom a vödröt, akkor nem mozduljon meg benne. De azért ne kössön bele, de nagyjából úgy mozdulatlan maradj. Jaj, de rossz. Szerintem ezt kimaxoltuk nagyjából. Elég lesz. Hoppa survival game, köszönöm szépen, már mehetünk is. Na de mi van, ha nem magyarul írja, hogy kell bekövetni? Én mindig magyar cementet veszek. Mindig magyar betont veszek, és magyar glettet. Ti is tudjátok, hogy a magyar termékeket kell vásárolni. Amúgy meg rigipszet szoktam. Mondjuk... Vakolatban nincsen rigipsz. Legalábbis én még nem láttam abból függöm sincs, mit szoktam. De ahogy érdekes, hogy akárhányszor keverem úgy, ahogy a zsákra van írva, mindig híg. Lehet, hogy ő csapkodóshoz írja így, vagy nem tudom, de én nem csapkodni szoktam. Mert ugye itt helyi javítások vannak, ott meg nem igazán kell csapkodni. Nagyjából. Középár kategóriát szoktam mindig. A vizét. Betont. Érzéseket keverni. Amúgy ja. Én... A fater is ezt mondta, én mondom, rá van írva zsákra, mit lázadjak. Hát ez úgy lesz jó. Ezt emberek kitalálták, nem kell itt lázongani. Szóval rájöttem, hogy nem. Nem, a érzésükkel. Ja. Ó, nem mindegy, hogy lágy vagy kemény vizet használok hozzá? Azt mondod? Végül is. Miért volna pontot azért, hogyha leesik az üres üveg? Miért ilyen random levont tőlem pontot? Tegyék bele jeget. Hát igen, az mondjuk kemény víz lesz, igen. Az jó. Ez nagyon jó ötlet, kecske. Ez nagyon jó. Második hely, hogy szakadna meg. Ez jó, mert ez legalább fix 10 000 dollár. Mert ugye minél nagyobb hangvételű az aktuális tournament, annál nehezebb elsőnek lenni. Ezért ilyen nehéz a világbajnokság.
Baszki, most is sikerül, hogy betonról beszélünk, nem vakolatról, de hülye vagyok. Ja, igen. Igen, azt is. Volt már. Igen, ott nagyjából az három sóder egy szemen, de hát ott is beleöntöttük valamennyi vizet, aztán úgy csapattuk érzésre, baszki. Vakolatról is beszélhetünk, hát végül is, ja. Csak azért ezt nem kell betonkeverőbe. Well. Valahogy eltévedtem. De szerencsére betonozni ezt nem kell, szóval. Hát jó betonkeverővel is egyébként, hogyha nagyot keversz, csak annyira nagyokat azért nem kell. Aha, ott a rank egy. Fúróval szoktam keverni, csak hát ez néha recseg alatt. Tehát ugye a hilti az nem véletlenül van feltalálva. Egészen jó az áttételezése. Fúró valahogy nem örül neki. Ha nagyon sok kell, így van. Egyébként ez se lenne túl rossz, de... Ezt a 800-asot még eldobom. És egy autóversenyzős, 14 ezerért, teljesen jó. Ja, utána meg pucolhatod ki. Mondjuk általában vízzel kijön, tehát hogy megforgatod, meg kicsit magasabb nyomást a vízre, tehát befogod az ujjaddal, félig. Lájön az. Jézusom. Annyi beton van, hogy itt már nem kell betonozni semmit. Micsoda? Hello, ez nem világbajnokság, de itt is 1-2. Hát itt nem leszünk jóba. Nagyon lett, mint újkorában. Leterelt a pályájuk, de... Mindig van mit betonozni. Mindig. Mondjuk a mai fűnyírásom után nem nagy a füves rész, de végül is ez egy jogos érv. Tehát végül is ott se néz neki rosszul egy kis beton. Ha meg lesz a Supra Edit, neked hogy kell-e, hol tudom elküldeni Supra Edit? Mire is gondolsz pontosan? A füvet is. Ajajajajaj. Not good. Basszus, ne! Micsoda mozdulat. A sok év Need for Speed. Yes. És itt a vége a történetnek. Ezeket már így nem szívesen. Nem szívesen bókolnám el. $339,000. Most tudom, hogy ma már streamelt már. Sport Strategy Hack and Slash. Van mit feltöltenem? Azt hiszem nincs. Micsoda? De az nem az. Vagy a strategy? Várjál már. Ja. Az meg nem tudom, az nem. Ez nem mozgat meg. De azoknak keresőt, azt várom.
Végül is úgyis fel lehetne lőni, hogyha nem negatív. Streamernak, vagy mi subscribernak. Hát nem igazán láttam, hogy sokkal több lett volna belőle. Na mindegy. David, de versenyzek, most én is szétszedem a teljes konyhát. Oh. Aha, 370 ezer dollár. Alakul, na, mi lett az új népszerű? Retro FPS MOBA. Menjen ez az akciókereső, menjen. RPG. És a Witch Hunter a legjobb. Awesome az. Vagy húzzam belőle a skillt. Játszok mással is. Real, hogy én abból a turnamentet nyerjek? Hát... nem tudom. Hát ez nem volt a legdurvább első kör. Húha. Ha itt ő azt mondja, hogy egy van, és itt is azt mondja, hogy egy van, itt meg azt, hogy kettő, akkor valószínűleg itt nem lesz. Viszont akkor itt biztos, hogy van. Viszont akkor itt már csak ebben a ezekben lehet. Viszont ő itt azt mondja, hogy itt egy van. Viszont ő is azt mondja, hogy itt egy van, tehát akkor az valószínűleg itt van, tehát akkor itt nincs. Remélem. Ajajajaj. Ó, igen. Fos. Ó, nem igazán. Skillelem a karakteremet így közben. Itt azt mondja, hogy van egy. Tehát itt biztos, hogy van egy. Ő is azt mondja, hogy van egy, tehát akkor vagy itt, tehát akkor elvileg itt nincs. Ha itt van, akkor viszont itt sincs. Viszont kettő van, akkor itt és itt van. Viszont ez hármat jelez. Húha, akkor szerintem már mondjuk itt is jelez egyet. Ha itt van, akkor... de itt is lehet ugyanúgy, és itt is lehet ugyanúgy. Viszont valószínűleg itt lesz, szóval itt nincs, és itt sincs. És akkor itt sincs. Jó. Ajaj. Bejött egy lepke. Jaj, ne már. Kiengedjük a lepkét, kiengedjük. Valószínűleg erre nem nagyon lesz. Úristen, de hogy nem lesz. Hát... valószínűleg nem. Valószínűleg itt se lesz, és itt se. Viszont akkor itt nincs. Um.
4 van itt. Tehát innen az egyikben nincsen. Valószínűleg itt és itt van. Mert akkor az 1. Az meg kijön, hogy 4. Akkor itt nincs. Jó. Ezt akkor itt sincs, és 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 itt sincs, és... Jézus, mikor lesz fel végének pályának? 3-3. Ez így 3. Ez meg... És itt akkor egynek még kell lennie, szóval... Ide fölön keresgélek, az jó lesz. Fú. Ám jó. Persze. Persze. 3000-en nézik? Ez jó sok. Valószínűleg itt van egy. Viszont akkor itt nincs, itt sincs, és itt sincs. Hát... Itt eléggé tele leszünk, szóval valószínűleg... Erre annyira nem. Ez jó, igen. Kovács is egy reklám. Mondjuk ennyi nézőre. És nem érzem. Itt biztos, hogy van. Akkor itt biztos, hogy nincs. Viszont, hogy itt biztos, hogy van, és itt is biztos, hogy van. És itt is kell lennie, akkor itt nincs. Nem érzem a full kontrollt. Egyáltalán nem érzem. Jó. Hát akkor... Miket szeretnek még ma? A Battle Royale-t és a Survival-t is utálják a mai napon. Mi bajotok van? Pedig azok jók ám. Sok followert hoznak. Hát akkor marad az FPS. Nagyjából. Amiből már full maxos minden. Mennyi van a bankba? 350 000 dollár. Ejj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 
az út, csak... Szerintem free time-alok. Az egész napot ellógom, mint egy undorító állat. Oda se nézek, elég ezt hallani. Igen. Oké. Okay. Nézzük ez a nap mit ad. 400 000. Puzzle mob a Souls-like. Viszont az ARK felkapott. Na. Az még lehet valami. Ez eddig is itt volt? Csak ennyire vak voltam. Csak nem. Kire? Akkor egy kis easy money. Basszus. Hát nem tudom. What?
Én azt hittem, még nincs 11 óra. Shit. Igen, ott volt. Oh. Ups. Fú, hát nem tudom. Az a gond, hogy... Már nem igazán. Már nem igazán vagyunk túl messze. Meglegyen a Tesla is, meg a ház is. Jó. Jó, akkor legközelebb szerintem úgy lesz, jövő héten, hogy lesz streamer daily, plusz még valami. Valamikor. És megveszük a villát, illetve a Teslát. Megberendezzük a villát. És akkor nagyjából ki van maxolva a game. És aztán még majd folytatjuk valami mással. Igazából. 500 ezer dollár a legdrágább ház, ami egy villa. Ahhoz vagyok egyrészt közel is, meg távol is. Meg ugye még a Tesla majd 100 ezer lesz, ami azért... Hát... Na jó, nem nehéz. Nem annyira nagyon nehéz, de... Még arra is farmolni kell. Vagy a legutó, a kövi live fennmaradó részében kések egy intogatunk. Az is valami. Rang 2. Baszki. It's dead. Ezt meg esetleg a kidobom az ablakon, és kiírek helyette valami mást. Akkor mit ad számomra a játék? Hát, kösz szépen. Nagyjából ettől rosszabb szerintem nincs. De se baj. Na jó, hát... akkor egy jóval jöttem folytköv innen, illetve hát ha nem is Train Station Renovation-nál, de amúgy lesz az is jövő hét folyamán. Mint ahogy meg egy jó pár játék, ami volt ezen a héten, és a Mad Max-et mindenféleképpen folytatjuk, már rohadtul várom. Csak egyszerűen annyira tele volt ez a hét, hogy nem volt nagyon rá esély. Csak vicc volt. Bírom azt! Én bírom azt. Megnézem a Mad Max filmet. Mindenféleképpen. Jó lenne mondjuk holnap. És talán akkor egy kicsikét jobban rá is látok majd a dolgokra, de egyébként így is átjön. A 2015-öset fogom megnézni. A régiekből 3 van. Szerintem jó lesz ez. Jó lesz ez a 15-ös, és ennyi. Vagy nagyon... Nagyon sokat hagyok ki, hogyha kihagyom a régieket? A régieknek köze sincs ehhez. Akkor azt hiszem, hogy... Elég lesz. Elég lesz ezt megnézni. Jó, király. Köszi figyelmet, holnap egy kis szünet, meg akkor... Például... Mad Max nézés. És jövő héten akkor majd érkezik Vidinyó YouTube-ra. Meglátjuk, hogy mi lesz, meg milyen lesz. További szép estét mindenkinek. Hétfőn Dali, szevasztok, készülnek majd az esemény.